Az egész magyar sajtót lázban tartotta egy fél napig az a hír, hogy a világ leghíresebb graffitizője Banksy Budapesten járhatott, és megfestette Orbán Viktor Thomas a gőz mozdony hátán. Később kiderült, nem a híres falfirkász, hanem a két farkú kutyapárt készítette az alkotást. A stúdióban Kovács Gergely. Aki a két farkú kutyapárt elnöke, jó estét, elnök úr. Vonattal, mozdonnyal hogy érkezett? Úristen, gyalog jöttem. Két napja indultam a Moszkva téről. Most értem ide. Hát az nincs annyira messze pedig. Hát nem siet a Moszkva tér most már elég messze van. Mert Budapesten olyan a forgalom. Nincs. Igen. Hát ugye. Thomas a gőzmozdony. Miért Thomas került Orbán Viktor alá, és hogy jutott eszükbe, hogy hát voltaképpen ellopjanak egy nevet, és vele egy ötletet. Te mai napig nem vagyok benne még biztos, hogy mit csináltuk ezt a munkát, tehát azért lehet, hogy Banksy volt, szerintem valamennyi esély van rá. Annak ellenére, hogy egy bizonyos e-mail cím cáfolja ezt az információt, ez szerintem... Amely hozzá köthető, egyesek szerint. Igen. Hát, de aki csinálta, az úgy gondolta, hogy igen, hogy nincsen Banksy festmény vagy fújás Magyarországon, és hát Magyarország is megérdemelne egyet. És hát mi ugye szeretnénk... Ott láthatják a kedves nézők. Mindig szeretnénk tenni az országért, és akkor ez is az ennek egyik módja volt. Illetve hát ugye az volt, hogy először Banksy használta a mi nevünket, ugyanis kettő nappal előtte volt egy Messzívetek koncert, ahol egy pillanatra is, de ki volt írva, hogy Magyar Kétfarkú Kutyapárt a háttérben. Hát az büszkeség, nem? Hát sajnos ott voltak ilyen kamupártok is egyébként, valószínűleg nem nézek eléggé alaposan a magyar politikai helyzetnek, de mindesetre igen, így örültünk neki. Úgyhogy ő használta a nevünket, úgyhogy akkor gondoltuk, hogy mi is használjuk az ő nevét. Egyébként Banksy-től sem áll távol a hasonló úgymond hamisítás, hogy például nem tudom, tudják-e az emberek, ő kiadott több száz példányban egy Paris Hilton CD-t, olyan remek számokkal, mint például a Miért is vagyok, és a Mitől vagyok híres, meg ilyen hasonló dolgokkal. De egyébként az ilyenfajta hamisításnak elég nagy múltja van, tehát nem tudom, ismerik-e a nézők a Yes Man nevű csapatot, akik azt csinálják, hogy mások nevében nyilatkoznak, azt mondják helyettük, amit nekik mondaniuk kellene. De például Virginia Woolfék is egyébként már 100 évvel ezelőtt Abessin nagykövetnek adták ki magukat, és három napig kísérgette őket a akkori angol kormány, mert ugye elhitték. Annak ellenére a dolog igényessége az odáig fajult, hogy ilyen fekete festékkel kenték ki magukat, és egy ilyen hablaty nyelvet beszélt. Gorcsévvel meg elnyerte a Nobel-díjat, igaz, hogy az rejtőnél zajlott. Igen. Viszont jó, nem tudjuk, hogy ki csinálta ezt a rajzot, de nagyon tehetséges. Várhatók tőle továbbiak? Elképzelhető, igen. Valószínűleg lesznek hasonló stílusú festmények mostantól egyre több Magyarországon. Itt is ugye gondoltuk, hogy hát sejtető volt, hogy le fogják festeni. Ugye ez a legjobb módszer egy házfal letakarítására Magyarországon, hogyha Orbán Viktorral kapcsolatos graffiti jelenik meg. Ezt egy srác egyébként a Moszkva tér környékén csinálja is, és rendszeresen lemossák ezeket a falakat. Mi volt a kérdés? Hát ő várható további ja, igen. Orbán Viktor különböző Tobin és hasonló igen, más mozdonyokon. Tehát sejtettük, hogy le fogják mosni, és akkor ugye nyilván szomorú ilyenkor az ember, és hát kitaláltuk, hogyha lemossák, akkor felfestünk majd kettőt, és akkor így jó volt, amikor lemosták, mert nem szomorúak lettünk, hanem megörültünk neki, hogy akkor az a bizonyos valaki majd újra felfesthet. Újabb lehetőség. Miért Thomas a gőzmozdony? Ahogy az klasszikusan egybe kell mondani. Uh-huh. Hát az illető, aki készítette, az próbálta beleélni magát Banksy fejébe. Ugye Banksy gyakran használ a popból mindenféle képeket, és hogy ő egy milyen képet készítene itt Magyarországon, és hát ez, hogy a miniszterelnök ura maga infantilitásában az ő játékán, ugye, mint egy kisgyerekként így utazik, ez így talán így nagyjából adekvát üzenet, mind a művész, mind a magyarországi állapotokra vonatkozóan. Esetleg Thomas a gőzmozdony kintakozhatnak. Egyébként borzasztó, hogy próbáltam most megnézni ilyen Thomas, de teljesen nézhetetlen. Miért? A gyerekeim például hát én 50 éves hangon beszél az a vonat. Na mindegy, jó, ez mindegy, ez nem fontos. Hát igen, a szinkron színész az öregszik. A vonat meg nem. Na, ez tényleg nem fontos. Viszont az fontos, hogy mi van a két farkóban. Mert hogy igazából a választás óta olyan nagyon nem lehetett önökről hallani. Hát most elindulunk a felcsúti polgármester választáson. Ugye az augusztus 12-én lesz. Van egy erős jelöltjük? Igen, és szerintem elég jó esélyeink vannak, tehát ha valaki, akkor a kutyapárt már elég sokat tett felcsútér. Mit nem mondjak, ugye például űrállomást építettünk a faluban, ami azért a stadionnál szerintem jelentősebb.
Hát igazából folytatjuk ugyanezt, most épp egy buszmegállót újítunk megint fel, lassan elindul a rendszeres újság, ami nyomtatásban lesz, most a nyomtatott sajtó már felesleges, most mi már csinálunk nyomtatott újságot magunknak, úgyhogy ezt csináljuk továbbra is. Amit a források, igazából... amikhez hozzájut a párt, azok valóban arra a célra mennek, hogy azt ígérte korábban? Tehát kifejezetten közösségi célokra? Igen, az a cél, hogy a, igen, tehát hogy az a 42 millió forint, ami bejön, az tényleg értelmes dolgokra menjen el. Ugye idén ebből sajnos nincsen semmi, mert idén 21-et kapunk, és hát ennyit vissza is kell fizetni, ahol nem lett meg a 2% ugye a jelölteknek eredménye miatt, úgyhogy idén erre még nem lesz semmi pénzünk, de jövőre mindenképp kiírjuk majd újra ezt a pályázatot, igen. Addig meg újabb és újabb vonatok a házfalakon. Van értelme folytatni? És most kifejezetten politikailag kérdezem is egy pillanatra komolyan, amennyire ezt lehet. Mert hogy azt mondják, hogy ilyen módon kamupártok közé sorolódik a kétfarkú is, hogy politikai teljesítménye leginkább is a szatírában jelenik meg, és másban nem. És mit ért politikai teljesítményen? Hát én szerintem van értelme, mi szerintem egész jól éltük túl a választást, nálunk ugye az elnök sem mondott le, illetve hát nálunk egyben maradt az egész csapat, és mindenki szeretné folytatni, amit eddig csináltunk. Meg azt én mindig mondtam, hogy amit mi csinálunk, az egy hosszú távú projekt, tehát mi tényleg az emberek gondolkodását szeretnénk megváltoztatni, és ez nem egy év, meg nem kettő, hanem 500 körülbelül már Magyarországon. Elkezdtem volna elsorolni, mi minden a politikai teljesítmény a mai politikai pártoknak, akkor egészen más választott. Hát, ez ezért volt így jó. A hagyományos pártstruktúrával változatlanul nem tudnak és nem is akarnak mit kezdeni? Tehát azzal, hogy valaki a parlamentbe tör, van, aki ezt szervezi, azt szervezi, demonstrál, de nem úgy, mint önök, hanem kiáll a parlament elé és transzparenseket tart. Hát nem feltétlenül látszik úgy, hogy Magyarországon ezek a hagyományos ellenzéki, az ellenzéki politizálás hagyományos módszerei túlzottan hatásosak lennének, és én továbbra se érzem magam túl közel a többi párthoz azt, ahogy mi gondolkodunk, vagy amit mi csinálunk. Keresik a társaságát? A többiek? Szerencsére nem. Szerencsére nem. Szép őszinte válasz. Juhász Peti megkért, amikor pénzt kellett leemolniuk, és akkor vele is csináltunk egy videót, vagy hát mi is csináltunk egy videót vele, ő kereste. Nem, szerencsére nem kereste. Önök fognak kérni a támogatóitól pénzt? Főként annak fényében, hogy amit szeretnének, ugye a közösségi célok, arra a saját forrásuk így nem lesz. Hát mi olyan dologra kérünk pénzt a támogatóinktól, hogy projektekre, adott projektekre. Most például meg fogjuk csinálni, biztos sokan hallották, hogy milyen borzasztó a bicikli út a Rákos rendezőnél, egy ilyen 800 méteres szakasz járatatlan. Nem 800, na 80 vagy 100 méteres szakasz járatatlan, ott már többször tüntettek voltak ezek a Tour de Rákos rendező, és akkor ott estekeltek a biciklisek a lyukakban. Azt például most meg fogjuk csinálni, és hát az 800 ezer forintba került, tehát arra például úgy arra megpróbálunk leemolni. Abból nem lesz épp új botrány, mint amikor a gödröket kifestik, meg az aszfalt töredezettségeket szép színesre pingálják, és akkor még... Önöknek van ezzel gondjuk? Hát ha esetleg érkezik egy lakossági bejelentés, vagy feljelentés, akkor persze lehet, de azért most arra elég nyugisan tudjuk csinálni a dolgokat. Elég kevesebb szerintnek oda. Itt fogják megcsinálni a bicikliútot, azért kifele? Ez a MÁV-nak a területe, és ezért nem csinálja meg az önkormányzat. A MÁV meg azért nem csinálja meg, mert a MÁV az a MÁV. Hát meg Thomas a gőzmozdony nem ott működik. Ja, most ráadásul igen. Ugye? Most ezzel nem lettek szimpatikusak. A MÁV jellegéből kifolyólag nem csinál meg ilyen dolgokat. Köszönöm szépen. Köszönöm, jöjjön gyakrabban. Például ezekről az akciókról igazán hírt adhatnak. Köszönöm. Okay. Köszönöm.